Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A dalszerző az első. Artisius. Tekerek és közben kattog az agyam. Meg egy kicsit a lánc. Majd megnézetem. Igen, majd az agyamat is. De félek, ha meggyógyulok, nem lesznek jó ötleteim. Például, hogy összerandiztatok egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy producert és egy énekest, akik aztán egymásról mit sem tudva dalt írnak. A Dalfutár mai szereplői is teljesen különböző karakterek és teljesen más zenében mozognak. De hiszem, hogy képesek lesznek együtt dolgozni, mert mindannyian élik és értik a zenét. Ráadásul tehetségesek is. Dalfutárként feladatomnak érzem, hogy folyamatosan figyeljem az új előadókat. Mindig keresem azokat, akik valamiért egy kicsit bolondok, persze csak annyira, mint én, jó értelemben. Azt hiszem, most találtam valakit, aki YouTube videói alapján eredeti, kicsit furcsa, és szerintem nagyon érzi a zenét. Azt nem mondanám, hogy nincs ki a négy kereke, mert szemben velem ő pont négyen. Oh! Szia! Hello, szia! Hajos András! Szia, az a Lili. Nézd, épp téged néztelek. Azta. Bozóki Lili, művész nevén I Am Soyuz. Egy éves korában szüleivel Svédországba költözött, azóta is ott él és dolgozik orvosként. Ő tehát egy olyan doktornéni, aki másodállásban zenél. Köszönjük, hogy nem fordítva. Mindenféle különleges hangszerrel, ukulelével, gitárral, melodikával és omnikorddal felfegyverkezve ír szívhez szóló, fülbe mászó dalokat, miközben repked otthon a Stockholm és Budapest között. Egy vidám, ukulelező szöszke lány olyan a dalfutárnak, mint a zsíron dísztelt hagyma piros paprikával a pörköltnek. Alap. Úgy izgultam, hogy meg foglak-e ismerni, mert még nem találkoztunk soha, de ezt gördeszkával érkező ukulele, hát ezt nem téveszthettem el. Gyere, csücsüljünk le egy kicsit. De vald be, hogy te se tudtad, hogy én ki vagyok azelőtt, ugye? Te nem Magyarországon élsz leginkább. Nem, Svédországban. De meggooglisztalak. Gyerekkorod óta? Igen. Aha, ez nagyon rövid. Ez miért van? Én se vagyok olyan magas. És hol mész? Járdán? Úttesten? Igen, meg a metróba. Hivatalosan nem is szabad, de nem illen a járdán menni. Nem tudom. Ja, te ilyen kis szabadka vagy, ugye? Hát... Csináld, ami épp eszedbe jut? Nem tudom a kereszt, úgyhogy én azt csinálom, amit jónak látok. Ja, de figyelj, azért, ha valakit el fogsz ütni, és ilyen arccal azt mondod, hogy nem tudom a kereszt, nem fog örülni. Szóval ilyen... Lehet. Még nem óvatosan fogalmazok, mert még nem ismerjük egymást, de szerintem akkor te bolond vagy, ugye? Igazából szerintem csak van ez a filter, amikor van egy ötlet, és akkor azt gondolod, hogy ó, ez egy rossz ötlet. És nekem az nem olyan erős ez a filter. Neked nem? Letesztelheted? Úgyhogy ha van egy kérdés, akkor így, oké, próbálj ki. Csináljuk. Ukuleléztél már gördeszkán? Ukuleléztem már. Igen? Hát akkor most ezt légy szíves, mutasd meg nekem. Igazából tudok zenélni is, meg gördeszkezni is, meg én tudok biciklizni is, meg zenélni is. Meg szörf, nem úgy. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Nem zavartatja magát. De tényleg átlástalan vagy, ez nagyon jó. Ez nagyon tetszik. Te is kipróbálod? Én is kipróbálom. Nem csináljuk azt, hogy hát ahogy idős nagybátyádat, vagy akár édesapádat, hogy egyszerűen... Fogjam a kezed? Hát inkább, hogy toljál. Jó. Én konkrétan ezt így nem merem. Okay. Megtartod a balanszot? Hát az talán sikerül. Oké, már akkor indulunk. Aha. Szerintem ez nem volt olyan sikeres. Valahogy az érzésem, hogy itt elég feltűnést keltettünk. Ennek azt mondtad telefonban, hogy valahova beülünk valami helyre, ami neked fontos. Nem megyünk oda? Menjünk a Bélába.
Menjünk a Bélával. Mi az a Béla? Az egy kis kávézó, amit van. Ja, jó. András és Lili megy a Bélába. Ja, menjünk. Hát, az első benyomások alapján Lili nem egy evilági szerzett, pont jó lesz dalfutár zeneszerzőnek. Azért szerettem volna megtudni róla még néhány dolgot, mielőtt rábízok egy ilyen felelősségteljes feladatot. De azért én nem tudok sokat rólam, és azt muszáj lenne megtudnom, hogy ezt én nem értem pontosan, hogy Svédországban élsz, oda születtél, vagy hogy volt ez az egész? Hát kiskoromban költöztünk Svédországba, és ott laktam 18 éves koromig. Aha. És akkor Magyarországon laktam egy kicsit, és most megint Svédországon lakok. De ide jártál egyetemre? Igen, igen. Milyen szak? Orvosi. Te orvos vagy? Igen. Úristen. És de végzett orvos? Igen. Milyen szakon? Hát a általános. Általános orvos. És most is dolgozol orvosként valahol? Igen, igen. Fehér köpenyben embereket gyógyítasz? Mm. Hát vagy gyógyítom, vagy megölöm. Attól függ, hogy milyen napom van. Aha. Hát jó. Oké. Okay. Na jó, de vissza a zenére. Van benned ilyen tudatosság, brandépítés, self-management, az imidzsed. Te ezzel foglalkozol? Vagy ezt is csak úgy, ahogy nem, esik puffa? Nem, sajnos nem. De lehet, hogy kéne. Nem tudom. Kicsit kupi úgy minden. Tehát, hogy ezt így rendbe kéne rá, azért nem vagyok a legjobb tervező. Mármint, hogy így két hétre előre úgy be tudom tervezni a dolgokat, de annál korábbra így nem nagyon... És akkor így nehéz, de... Na, akkor most még jobban összezavarlak, mert én a dalfutárba szeretnének felkérni zeneszerzőnek, dalszerzőnek. Aha. Akkor megkeresett az András, igazából csodálkoztam, mert én csak úgy dúdorászok egymagamban, tehát nem gondoltam arra, hogy bárki így nagyon felfigyelt rá, de nagyon örülök a kihívásnak. Te foglalkozol a dalaidnak a bevételi oldalával? Szerzői jog, bejegyzem. Foglalkozok, vagy regisztráltam őket, de szerintem egy csomó ilyen jogdíjat még nem. Abból, ahogy regisztrált mondtál, abból arra gondolok, hogy ezt valószínűleg Svédországban tetted meg, ugye? Nem, pont itt. Pont itt? Igen. Tehát te is az Artisus tag vagy? Igen. Fú, az nagyon menő. De ezt azért mondod, mert akarod, hogy egy nagy hittet csináljunk most? Hogy készítesd rá, hogy igazából ennek az a lényege, hogy itt most aratunk. Amit gondoltam, hogy összerakok erre a fölkérésre, az szerintem egy vidám pop hit. Szerinted fogsz a kedvemére egy újat írni, vagy előveszel igen. valamit? Vagy nem, előveszed nem, és azt nem. hazudod, hogy a kedvemére írtad? Nem, azok nem erre vannak, azokra megvannak már így a terveim. Ja, azok a komoly, tehát vannak a komoly dalok? Igen. És van, amit én kapok. Milyen hangszer? Még azt se tudod ilyenkor? Ukulele, szerintem. Annak örülnék. Ezt akartam volna kérni. Az elég különleges, ukulelével kezdeni egy dalt, de igazából azt csinálsz, amit akarsz. Ez egy játék. Jó. Egyáltalán nem lepődtem meg, mikor Lili egy Berlin Tegel nevezetű fájlt küldött, gondolom épp a berlini reptére jutott eszébe egy dalötlet. Berlin Tegel dalcímnek se rossz, de ez persze majd eldönti a dalszövegíró, aki felé hatalmas hévvel indultam. Van probléma? Simán felszállok biciklivel, ha lehet. Mai szövegírónk az egyik legmenőbb magyar banda MC-je. Nagyon kíváncsi vagyok, mit alkot, ha bepottyan hozzá egy tőle teljesen idegen dallam. Befutott ismert zenekarnak tehát tud írni, de mi van, ha én futok be hozzá három ismeretlen alkotótársal? Ó, oh, wow! Szevasz! Hello! Szép jó! Hajos András, I like it dirty, yeah. Azt nézem. Hát igen. Te egy tiszta ember vagy, papucsban vagy, levettem rögtön a kocipő kínhagyás? Hát figyelj, hogyha nem haragszod, akkor megköszönném. Jó, rendben van. Szeretem, amikor a kőkemény vagányokról otthonukban kiderül, hogy tip-top, rendes, szerető lelkű, aranyos ember. A tip-top azért abban besegített a karítónő, de van két kutya aztán... Kutyusok mennyire esznek táskát? Táskát nem annyira, embereket esznek. Aha. Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom. Farkas Roland Wolfi, a pécsi Punani Masszív együttes alapító tagja.
A banda sokat idézett sorai rendszerint az ő fejéből pattannak ki. Szervezett slam poetry versenyt, a Red Bull Pilvaker egyik kulcsfigurája és a Random Trip egyik állandó tagja. Szívén viseli a magyar hip-hop sorsát, miközben több ezres teltházas koncerteket ad a Kunanival, fiatal rappereket karol fel és menedzsel, mert hiába mondja, hogy rossz fiú, valójában jó gyerek. Úgy távolabb akarok a fekete kutyustól, annak a fejétől félek egy Pedig kicsit. A fekete az sokkal, sokkal kedvesebb és kifinomultabb. Ő a szolidka? Aha, igen, igen, igen. Igen, most olyan kis barátságos arcocskája van most így, ahogy... De úgy kinézem belőle, hogy rámugrik. Nem, most is. Már így jönne, mert hogy... Én is a barátja vagyok. Nem, vannak ilyen jelek, hogyha már így hátradőlsz a kanapén, akkor az azt jelenti, hogy chill out time van, ja. És akkor nem. Nézd szépen vissza a helyedre, kis haver. Most arra kell rászoktatnom őket, hogy maguktól csak úgy ne jöjjenek fel. Most ő mit csinál? A saját? Hát... Ő egy ilyen entertaining kutya egyébként. Saját hogyha... segét nyolja, de még fiatal. Hát, keres valami... Jobb, mint ha az enyémet vagy a tiédet. Hát keres, miért nem keres valami főnököt, és annak a segét nyolja, és akkor előre megy az életben. Hát ott most megy a kis főnök, ezért nem kell itt... félni, nem kell fosni. Hát, valahogy nem tudom. Úgy. De azért látom, hogy a termékenységi faktort azt próbálod így védeni. Ja, meg az az igazság, hogy arra a részére ültettél a kanapénak, ahol nem lehet, tehát vagy van ez a rajongói, ez az ülés, ez így nem megy, vagy egy ilyen merev pedagógus látogatás, vagy így teljesen otthon érzem magam. Új nekik is a hely, vagy te is új hely, ez új hely neked? Közel egy éve lakok itt, és a kutyák sincsenek túl régóta nálam egyébként. Itt teljesen rend van, ez egy ilyen nyugodt vissza. Látszik, hogy ide így pihenni jársz. Hát azért, hogy el vannak dugva a dolgok. Tehát, hogyha egy körbenézed, akkor látod, hogy így hatalmas a káosz, de azért némi harmónia van a káoszban. Nem tudok itt. Kényelmetlen? Nem Pedig tudom. Már nagyon így ki van egyébként így az egész pár ponton ki van feküdve teljesen. Képzelem, mik mehetnek itt, de nem is képzelem, ja, nem mert... úgy, ne! Mert rendes. Tehát önképpen egy rendes ember vagy, nem? Ha most viszont neked szegezem, most tök őszintén. Én egy trehány geci vagyok igaziból. Ezt akartam hallani. De azért alapvetően szeretem a nyugalmat, mert ugye az, amit csinálunk, és hétről hétre különböző helyszínekre megyünk, és turnébuszba töltjük az életünk nagy részét, az egy ilyen folyamatos olyan vibe, ami azért az energiákat viszi, persze adja is, és amikor így profán életben vagyok, civilben, akkor meg szeretem, hogyha megvan a balansz, és nyugalom van, és chill. Hát te szerencsésnek érzed magad, hogy ezt csinálhatod, nem? Kurvára. Nem természetes még most sem, pedig már elég régóta csináljátok. Igen, én próbálom a helyén kezelni, szóval én nem vagyok az a fajta zenész, én nem tudok hangszere játszani, de már 14 éves koromban break jam-eken én voltam a host, szóval a színpad, a beszéd, a hype-olás az mindig valahogy közel állt hozzám, és amikor bejött a Super Channel, meg lett a Music TV, és ment a UMTV Raps, akkor én fölvettem azt VHS-re, és így szótárból próbáltam a dalokat, illetve a riportokat is lefordítani. Mi kapott el a rapben vagy a hip-hopban? Először csak a külsőségek voltak, amik megfogtak, és hogy ritmikusan verselnek valamilyen zenére, nem értek belőle egy szót se. Aztán amikor elkezdtem szótárazgatni, és utána menni, hogy miről szól ez az egész kultúra, akkor rájöttem arra, hogy ez egy olyan önkifejezési mód, ami rendelkezik az összes zenei kis parcellával, egy olvasztó tégely, mint például London, vagy mondhatnám bármit. Igen, ugyanúgy van intellektuális, jazzes hip-hop. Igen, és akkor te tudod kiválasztani. Agresszív gangster hip-hop. Igen, van olyan, ami csak partiorientált, van olyan, ami semmiről nem szól, de jó a rímképlete, vagy olyan a technikája, vagy olyan a flow-ja, és engem valahogy mindig az izgatott jobban, hogy mondjon valamit, hogy legyen mélysége és magassága a szövegnek. Most ezért jöttünk. Ezért érkeztem hozzá. Kapok valami bulatos ízét, és a nem tudom, Zalatnai fog énekelni rá. Még ez is megtörténhet. Annyira érdekfeszítő volt számomra ez a projekt, és egy kalandos, hogy fogalmam sincs, hogy ki írta a zenét, ki fogja majd elénekelni azt, amit még nem tudom, hogy mit fogok írni, hogy itt vagyunk, és egyből rámutam, hogy oké, akkor csináljuk, ne szarozzunk. Ezt az illető, aki csinálta, tudván, hogy ő milyen életet él, valószínűleg ezt a dalt Berlin Tegel Airporton készítette, vette föl. Hát
Hát azt gondoltam, hogy valószínűleg nem hiszem, hogy két héten keresztül valaki ott volt egy reptéren, úgyhogy arra számítottam, hogy ez egy ilyen viszonylagos, hirtelen felindulásból szűkös percek alatt létrejött történet. Picit gyorsul az illető, itt az airporton az izgató. Tehát lehet, hogy már elkezdték a táskát nézegetni. Valaki gyorsul, valaki lassul. És itt visszalassul. Amikor meghallottam az első gitárhangot, akkor úgy voltam, hogy jó, az annyira nincsen távol a világomtól, úgyhogy nem fostam be annyira, mint hogyha mondjuk adott esetben egy minimál technódal lett volna, amire nem is szoktak szöveget írni. Ez illik hozzád, ez illik hozzátok ahhoz a világhoz. Vannak ilyen dalaitok, amikben ez a kicsit regés, kicsit napsütéses, nyugis, chilles, tóparti hangulat van benne. Szóval remélem, hogy akár, mert nekem pont nem az jutott eszembe róla. Ez a Már valami eszedbe jutott? Hát így, igen, egy picit egy ilyen bohókás, önironikus valami, ami valami olyasmi, hogy van benne ez a kedvesség, de aztán meg felgyorsul, és valahogy így, nem tudom, így a személyiség kibontakozása, és hogy, na mindegy, ezen majd így el fogok kicsit így gondolkodni, de hogy valamilyen deepen legyen pop, valahogy olyanba gondolkodok. Jár még egy dolog ezzel, hogy hát a határidő. Szerintem, ha egy verzéd, meg egy refréned egy hét múlvára, tehát egy hét alatt van. Huha. Hát jövő héten egész héten Amsterdamban leszek tanulmányi kiránduláson. Onnan hazajössz, kipihened magad egy hónapig? Nem, azért nem. Szóval eléggé be van táblázva. Én csak annyit szeretnék tőled kérni, hogy ezt úgy vidd magaddal. Szoktál olyat csinálni egyébként, hogy buszba, utazva, repülőn, füles és valamit, amin dolgozol, hallgatgatsz, vagy ezt külön választod? Hogy dolgozol? Az van, hogy nekem először az a fontos, hogy a feelinget tudjam nevén nevezni, és akkor utána meg, ha leülök és azzal foglalkozok, akkor általában addig nem kelek fel, amíg el akkor, nem készül. Akkor annyit ígérj meg nekem, hogy... Bármit megígérnek, persze. Tudom, hogy a feelingig jussál el. Jó, meg lesz. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Wolfi szöveg helyett néhány nyaralós képet osztott meg. Amsterdamban járt kisöccsével, jól érezte magát, és mondanom se kell, nem a dalfutáról járt az esze. De Amsterdamban mi máson? Így üres kézzel indultam a producerhez, aki viszont régi motoros a szakmában, így bíztam, pontosabban reménykedtem benne, hogy szöveg nélkül is tud valamit kezdeni Lili dallamával. Itt nézlek már. Szevasz. Itt nézlek már 3 perce. Igen? Aha, elmerültél. Hangos voltam, bocsánat. Ez rendes szokásod neked, hogy... Hogy belemerülök? Vartyogtatsz? Igen. Moldvai Márk, zeneszerző, zenei producer, hangmérnök. Tinédzser korában betalált neki a New Wave és az elektronika. 18 évesen Populár nevű elektropop zenekarával kapta első lemezszerződését, majd annak romjain megalakította a Neo együttest. Aztán filmzenét írtak a Control című filmhez, ami átütő nemzetközi siker lett. A Neo után jött a világzene, a Micura, az ex-andodromos Micura Mónikával. Már legalább 60 lemezen közreműködött zenei producerként, hangszerelőként, társszerzőként, hangmérnökként. Az elmúlt néhány évben pedig főleg nagyjátékfilmekhez írt zenét. 2017-ben például megkapta az év filmzeneszerzője díjat a Magyar Filmakadémiától a Martfűi Rém zenéjéért. Most pedig érkezik hozzá a dalrém. Azért hangszerrel kezdted te is kamaszkorodban, nem? Persze. Mi még annyi idősek vagyunk sajnos, hogy még nekünk nem volt számítógépünk gyerekkorunkban, igaz? Vagy nem, sőt, nagyon irigykedtem azokra az osztálytársaimra, akik egyrészt jártak számítástechnika szakkörbe. És volt Commodore 64-ük, meg ZX Spectrum, meg ilyenek, nekem az nem volt. Téged ez érdekelt már akkor is? Ilyen teki zenész voltál? Az érdekes, ma sem, például nem játszom számítógépes játékokon egyáltalán, soha nem játszottam. Tehát, hogy nem vagyok geek, tehát nem vagyok ilyen eszközfetisista. Azt viszont látom. Zenében, illetve ami engem kamaszkoromban nagyon megütött, akkor az akkori
új hullám, meg az elektronikus zenék, és akkor nekem ez a Kraftwerk ütött be nagyon. Tehát, hogy zeneileg az elektronika nagyon érdekel, úgy amúgy a hétköznapokban nem vagyok eszközfüggő. Itt olyan szinten képbe vagy, hogyha azt mondom, hogy ez mi? Ez az EQ része, tehát a hangszín része, és ez jó, a... Jó, ez mi? Az a hangerő. Ez egy nagyon komoly... Szeretnéd, hogy szóljon? Az a baj, hogy ez az, amitől én megőrülök. A szűrőjét, és akkor ejtes. Hát igen, el tudnék én is ebbe veszni. Tudod ezeket nem használni is? Persze. Például, hogyha mondjuk egy Dalfután nevű műsornak a műsorvezetője hoz neked egy olyan dalt, amihez lehet, hogy nem biztos, hogy ezek kellenek, akkor nem vagy ilyen fetisista, hogy just is csak az ő is bele. Hát, meg ugye a filmzenékben is nagyon sok, például teljesen akusztikus trackek is vannak, tehát abszolút nem. Mikor Andris felkért, hogy vegyek részt a Dalfutár új évadában, nagyon örültem, mert egy nagyon jó pofa játék, amiben benne van a kudarc lehetősége is, hogy az a négy ember, akik együtt kell, hogy létrehozzanak egy dalt, az valahogy nincs meg a kémia, de az is benne lehet, hogy valami csodálatos dolog készüljön. Én képzeld, azt gondolom, hogy ez, amit majd most mutatni fogok neked, szerintem ezt annyira te nem csíped. Tartok tőle, hogy majd ez neked talán egyszerű, vagy intellektuálisan nem akkora kihívás. De lehet, hogy ebbe fogod megtalálni a szabadságodat, de hogy te leraksz. De ott meg oda lehet zúzni. Tehát, hogy én mindennek van előnye. Gondolom, itt az egy. Igen, és majd később egy kicsit izgatottan belesiet, lehet, hogy ment a gépe. Ez egy nagyon, nagyon egyszerű, napfényes, jól bejáratott kör, amit persze meg lehet sematikusan is csinálni, de törekszem rá, hogy valahogy fifikásan valami olyat kihozni belőle, ami túlmutat. Amikor majd meg fogod ismerni őket, meg akik még ebben dolgoznak, akkor ez még nagyon sok irányt vehet. Számtalanszor volt a Dalfutárban, hogy minden teljesen világosan haladt egy irányba, míg nem megérkezett egy énekes, akinek a szájából vagy valami sok volt, vagy kiderült, hogy abban még sokkal több mindent bele lehet tenni. Meg hát mi a szöveg? Na, itt térünk rá a következő problémára. Nem készült el. Az kéne nagyon? Mert én nyomasztom őt e-mailben. Kell, tehát jó, most ez egy játék, de a való életben nekem nagyon fontos az, hogy mi a szöveg, tehát mi az üzenet. Mert bocsánat, szerintem... mert lehet ebből balladát is csinálni, meg lehet ebből parti himnuszt is csinálni, nagyon szövegfüggő, meg ráadásul például én azt vettem észre, hogy az átütő szöveg érinti meg a magyar néplelket igazából. Nagyon fontos a szöveg. Egyelőre ez egy életigenlő, napfényes ötlet, amint boríthat egy szöveg. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a szöveg tényleg borítja, vagy pedig ebbe az irányba megyünk, hogy ez egy életigenlő himnusz. Úgy látszik, az utazás mégiscsak megihlette Wolfit. Én nem tudom, de állítólag Amsterdamban szinte száll az ihlet a levegőben. Néhány nappal később küldött is egy szöveget, szerintem abszolút elkapta Lili ukulele fonalát. Száguldottam is vele vissza a producerhez, ugyanis ha Mark nem a szövegre ír zenét, akkor nagyon kiszúrunk az énekessel. Az meg nem cél. Nem a defektet keresem, hanem az összhangot. A csapat énekesének egy olyan valakit választottam, akiről úgy gondoltam, minden jól áll neki, mégis egy kicsit zárkózott személyiség. Kíváncsi voltam, mennyire kísérletező típus, ezért egy olyan helyszínre hívtam, ahol tudtam, nem mozog majd igazán komfortosan. Na, nem mintha én annyira. Így a zene, a szöveg és a hangszerelés mellett azon is izgulhattam, hogyan sül majd el a meglepetésem. Szia! Szevasz! Köszönöm szépen a meghívást! Köszönöm, hogy elfogadtad, pedig nem is tudod, hogy mibe kerültél bele. Szerinted hol vagyunk? Nem tudom, de annak is örültem, hogy van parkoló. Általános irodaház, 1970-ből. Akkor azért nem tudom. Fehérvári Gábor Alfred, Freddy. Énekes, dalszerző.
A Rising Star című tehetségkutatóban indult a karrierje, ahol ugyancsak negyedik lett, de dalait hamar elkezdték játszani a rádiók. 2016-ban megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivál magyar döntőjét, majd Pioneer című dalával a nemzetközi mezőn 19. helyezettje lett. Legutóbb már műsorvezetőként lépett színpadra a magyar válogatók során. Kapott fiatal tehetségdíjat, volt már az év felfedezettje és az év legstílusosabb férfia is. Hát sokban nem hasonlítunk. Egy olyas valamit találtam neked ki, ami nekem is egy kicsit furcsa és idegen, bár van hozzá közöm, szerintem neked nincs, és ami azt fogja egy kicsit szemléltetni, hogy a dalfutárban ugye ilyen furcsa, néha lehetetlen helyzetbe mély vízbe lökünk bele. És most a mély víz tűrő képességedet fogom tesztelni. Végülis mindegy, hogy 3 méter vagy 30. Zenét szereted? Mondhatjuk. Igen? Akkor félig már nem lesz bajod azzal, ami itt történik. Táncolás, barátnő táncos, biztos közel áll hozzád. Nézem. Uh-huh. Te magad nem vagy táncos lábú? Jobban járunk, hanem nem. Aha. Oké, szóval a zenét szereted, táncba nem vagy annyira. Egyébként fizikailag te egy sportember vagy, szóval neked egyébként a testi kihívások ellen nem lehet kifogásod. Nincs is. Márciusig sportember voltam, azóta egy kispad. Hát kaptam egy tripla porckorongsérvet, így derült égből. Hát sokaknak ugye azért alakul ki, mert sokat ülnek, ugye az nagyon rossz a porckorongnak. Nekem meg azt gondolom, hogy tényleg igazából egy jelzés volt, hogy jó lesz, hogyha visszaveszek egy kicsit. Mert végigcsináltam egy 10 hetes műsort a tavalyi évben, ami az életem egyik legnagyobb kihívása volt. És akkor utána jött egy másik műsor, ami meg műsorvezető voltam, ugyanúgy egy 6 hetes hajtás jött. Közben próbák, közben így van, csinálom ügyek, e-mailek. A dalokat, persze. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan intőjel volt, hogy igenis tartsam tiszteletbe azt, hogy ha egész egyszerűen kizsigerelem magam, mind fizikailag, mind mentálisan, akkor utána adjam meg az időt mind lelkileg, mind testileg a feltöltődésre, mert előbb-utóbb akkor ez lesz a vége, és ezzel nem igazán jutunk messzire. Na jó. Nem jó, de akkor most egy picit megijedtem, mert amit én kitaláltam és meglepetéssel készültem, annak lehet, hogy akkor meglepődni meg fog, de 100%-ig örülni. Akkor öltözünk át, és szerintem már a ruhából nagyjából sejteni fogod, hogy mire készülünk. De jó. Nem baj, mert most te úgyis egy olyan korszakot élsz meg, hogy új Freddy, igen. Újra kitalálás, igen. És én most kiviszlek a komfortzónádba, ahogy ezt végtelen közhelyesen mondani szokták. Engem a hideg rázott, amikor arról volt szó, hogy van egy meglepetés a számomra, mert totálisan szürke ködbe tapogatóztam, el sem tudtam képzelni, hogy oké, meglepetés, de mégis micsoda. Na, azért most már azért sejtesz valamit, nem? Hogy mi lesz? Már túl vagyok a meglepődésen. Hát kicsit ilyen felemásba, de úgy hoztunk egy ilyen népies hangulatot. Most megmutatom neked, hogy mi tartozik még ehhez, de szerintem már nagyjából sejted. Jó napot kívánok! Nagy szeretettel, egészséggel, békességgel, meghoztam a Freddy bátyám, nagyon nagy szeretettel. Na, mit szólsz? Senki nem néz ki, hogy hülyén, mint én. Nem erre számítottam, azt nem mondhatom, nem gondoltam volna, hogy táncolni fogunk. Most figyelj, lehozzuk a lány kezét! És mi van? Így lesz egy szép átvetőnk! Kicsiket aggódtam is, hogy hogyan fogom teljesíteni a kihívásokat, de hála Istennek a partner az végtelenül segítőkész volt. Azt meg jól esett látni, hogy az Andrisnak sem egy olyan, remélem nincs itt, nem ment annyival jobban, mint nekem, így talán nem volt annyira kellemetlen. Igazán szerintem köszönjük szépen, köszönjük a zenekarnak nagyon is. Nagyon köszönjük. És nektek is. Mi is köszönjük. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek és a részes lehetek, és hogy ezt már nem kellett visszamondanom, mert nagyon sok mindenről kellett lemondani az elmúlt néhány hónapban. Most már érted, hogy azért akartam, hogy egy ilyet csináljunk, mert tulajdonképpen a dalfutár is egy teljesen kifordított, szokatlan módon ír dalt. Igen. És arra gondoltam, hogy ebből majd akkor könnyebb lesz átvinni egy hozzáállást oda. Igazából ebben az a jó, hogy közben nagyon jó tükröt mutat nekem, mert néhány évvel ezelőtt azt hiszem, hogy sokkal merevebb voltam annál, mint hogy egy ilyenbe csak úgy beleugorjak. Én nem is lett volna olyan. Én tudom, hogy hány éves koromig lett volna olyan, hogy képes lettem volna azt mondani a stábnak, hogy nem, én ebben nem vagyok benne. Hát én azt hiszem, az két évvel ezelőtt azt hiszem, hogy megkértelek volna arra, hogy valamit találjunk erre, hogy nekem ne kelljen táncolni. Most, hogy már ilyen alázatosak, komfortzónán kívüliek,
Out of the box-ok lettünk. Igen, igen. Igen. Itt egy dal, amit írt egy szerző. Az a neve, hogy Berlin Tegel Airport. Nem ilyenre számítottam. Ilyen végtelen boldogságot érzek abból, amit áraszt. Egy ilyen lábat himbálózós nóta ez. Ez egyébként közel áll hozzád? Maga a feeling, most nem biztos, hogy ez a megnyilvánulása. Ez a chill out, ez a békesség, ez az egyszerűség. Nagyon, nagyon szeretem. Nagyon tetszett az ukulelés és a füttyös megoldás. Nem azért, mert közel áll hozzám, vagy hasonlít ahhoz, amit én csinálok, hanem egész egyszerűen nagyon tetszett az életérzés, amit áthallottam rajta. Beindítom megint a dalt, vagy előbb egy kicsit ismerkedsz vele? Felébredek, épp pedig Rióig vittek a pesti álmok, még éles a kép, fehér homokos tengerpart. De indul a hét, és ilyenkor én munkába állok, felmondanék, ha kőbánya lenne Copacabana. De nagyon jó az íz egyébként. Felmondanék, ha kőbánya lenne a Copacabana. Refrén, zavd a talpam. Haja, ezt nem tudom, hogy gondolta. Ez elég érdekes. Tétfőt te lehetnél. Tök érdekes, hogy különösebben nem különül el a refrén a verzétől. Tehát a magasságban is igazából majd, hogy nem azt követi. De hogy ennek is megvan a bája, hogy nem akart túlságosan nagy lenni, meg ilyen... Igen, de ne feledd el, hogy most mindjárt meghallgatjuk a produceri verziót, ja, aki lehet, már hogy lehet, hogy ezen változtatott. Erről most tök őszintén megmondom neked, ezt én is most fogom először hallani. Jó, hát eddig ez egy ilyen ocsó-macsó dal. Én egy kicsit old school-nak éreztem a hangszerelést, amikor először hallottam. Nem erre az irányra gondoltam, azt hittem, hogy jobban meg fog maradni a regis megoldás, a nagy terek, meg ilyesmi. Az alaphangulat nekem sokkal jobban átütött az ukulelén és a füttyön, mint a meghangszerelt verzió. Én nagyon várom egyébként a közös munkát, mert kíváncsi vagyok, hogy hova lyukadunk ki, illetve arra, hogy amikor szembesítjük egymást a saját véleménnyel, akkor mi lesz a közös pont. Így megyünk haza, vagy levesszük ezt valahol? Hát én hála Istennek itt parkolok, úgyhogy sokan nem látnának meg te. De otthon hogy fogadnának, ha így? Megkérdeznék, hogy mi történt. Nem arról volt szó, hogy dalfutár. Freddy otthon próbálta ráfejteni a dalra a szöveget több, vagy inkább kevesebb sikerrel. Mindegy, hamarosan kigubancolódnak a sorok. Alig várom, hogy a stúdióban lássam együtt a bolondos, gördeszkás, ukulelés doktornőt Bozóki Lilit, a vagány szövegírót Wolfit, aki késett ugyan, de fifikás szövegével szépített. Előcsalogatom a billentyűk magányából a sokat látott producert Moldvai Márkot, aki megénekelteti majd Fredit. Én magam vittem őket táncba, szóval felelősséggel tartozom értük és a készülő dalért. Samsung Artisius Supersize Recording. Megy a Dalfutár Channel hétről hétre új epizódokkal. Az Instán is követhettek minket, Dalfutár hivatalos, oda képeket rakunk a forgatásokról, amik esetleg nem kerültek az adásba. Hetente egyszer pedig a nagy pillanat, amikor a Dalfutár új epizódja kikerül, úgyhogy iratkozzatok fel, keressétek a Dalfutárt.